30 éves a polgárőrség, olvasható a kivetített képen. Ebből az alkalomból tartott ünnepi közgyűlést a Baranya megyei szervezet Pécsen szombat délelőtt. Létrejött egy olyan speciális civil szervezet, amelyet nyugodtan mondhatom, hogy a világon nincs párja, egyetlen országban sem működik ilyen, vagy ehhez hasonló tartalmú polgárőrség, mint Magyarországon. Sőt, azt mondom, hogy nagyon sok külföldi, akik tájékozódni akarnak a magyar polgárőrség működéséről, rácsodálkoznak arra, hogy milyen formában tudunk mi működtetni egy ilyen hatalmas, 65 ezres civil szervezetet. A rendőrség sem maradhatott ki az ünneplésből, akikkel szoros kapcsolatban vannak a polgárőrök. Ma már ott tartunk, hogy drónokkal segítik a munkánkat, motorokkal segítik a munkánkat, ha kell, akkor motorcsapatokkal vesznek részt a közös feladatokban, és valóban igaz a szlogán, hogy földön, vizen és levegőben egyaránt velünk együtt közösen dolgoznak. A terület országgyűlési képviselője felidézte, hogy milyen rossz bűnügyi helyzetben indult 30 évvel ezelőtt a polgárőrség. Ma oda jutottunk, hogy az unió legbiztonságosabb országa vagyunk. Ehhez kellett a polgárőrök önkéntes munkája is. Ez az eredményes teljesítmény. Társadalmi összefogás, kormányzati célrendszer meghatározása, támogatáspolitika, együttműködési képesség és az önkéntes tevékenységet folytató polgárőrség odaadó szolgálatán keresztül történhetett meg. Így lettük élország, Magyarországként élország Európában a sereghajtók helye után. Baranya megye másik parlamenti képviselője azt idézte fel, hogy támogatási oldalon mennyit változott a polgárőrség helyzete. Éves szinten közel 1 milliárd forint az a támogatás, amit most már a költségvetési szinten kap a polgárőrség országos szervezete. Erről beszélt arról, hogy közel 850 új gépjármű kerületet beszerzésre, 1500 darab kerékpár mellett 300 olyan gépjármű került átadásra, amik ugye Hoppán Péternek is betudhatóan ide kerültek a polgárőrséghez. Segédmotoros kerékpárok száma több mint 350, a rádióegységek száma 1500. Éves szinten a rendőrséggel 9 millió órát járőröznek a polgárőrök. A bűncselekmények száma pedig a 2016-os 290 ezerről 2020-ra 162 ezerre csökkent hazánkban, tette hozzá a képviselő. Ezért köszönettel tartozunk a polgárőrségnek is. A beszédek után az ünnepi közgyűlésen elismeréseket, kitüntetéseket adtak át.